Venom talán az egyik legismertebb ősellensége Pókembernek, és mellette ugyancsak nem mehetünk el, így fontos, hogy néhány érdekességet megosszak veletek róla, ezért, hogyha még nem tetted, akkor lájkold a csatornát, iratkozzál fel, hogyha még nem tetted, és kövess bennünket Discordon, Instagramon is, és csapjunk a kellős közepébe a dolgoknak. Jöjjön akkor néhány érdekesség Venomról! Pókember fekete ruhája. A fekete pókember ruha eredetileg egy rajongói alkotás volt, amit beküldtek a füzet sorozat készítőinek postán. A lelkes olvasót Randy Schullernek hívták, és ez annyira megtetszett a Marvelnek, hogy a rajzon szereplő új karakter felhasználásának jogát megvásárolták tőle. Itt született meg Pókember fekete ruhája, amiből később egy új gonosztevőt alkottak, Venomot. David Michelinie eredetileg nőnek képzelte el Venomot, azonban a Marvel akkori főszerkesztője úgy gondolta, hogy Pókember számára egy nő elképzelhetetlen méltó ellenfélnek. A gyógyuló űrlény ruha. Az az ötlet, hogy egy szuperhős ruhája lehetővé tegye azt, hogy viselőjét meggyógyítsa, először Vasakölnél került volna megvalósításra. Legalábbis az író John Barnes vezette fel, majd Roger Stern Barn munkatársa és barátja elkezdett foglalkozni a titkos háború képregénnyel, ahol a fekete szimbióta először tette tiszteletét és fonódott össze a kalandja a falmászó pókemberrel. Barn engedélyével Stern használta fel a gyógyító új ruha koncepcióját. A fehér embléma. Venom mikor elszakadt pókembertől és valahányszor lett egy gazdateste, azzal egyéválva rendszeresen látható a mellkasán a fehér pók embléma. Pókember után az első gazdatest, akin megjelent a pókjel, Eddie Brock volt. Eddie a 2099-es évből származó pókembert, Miguel O'Hara-t még azzal is vádolta, hogy a jelmezének a mintázatát Venomról koppintotta. Venom és a zene. Eddie Brock nem csak maga a halálos védelmezőként állta meg a helyét a képregényekben, hanem lelkes rajongója volt Frank Sinatra-nak és a The Rolling Stones-nak is. Venom gyermekei. A szimbióták nem csak gazdatestekre képesek telepedni, de hajlamosak arra is, hogy szaporodjanak. Ezt úgy érik el, hogy spóráikat egy lehetséges gazdatestbe juttatják, akinek a szervezetén belül megszületik az új szimbióta. Ezen a természetes úton jött létre vérontó. A másik lehetőség, hogy mesterséges úton kényszerítik a szimbiótát arra, hogy utódokat teremtsenek. Ezzel a beavatkozással Venomnak több gyermeke is lett, akiknek fúziójával jött létre a Hybrid nevű szimbióta. Venom klónja. Venomnak nem csak utódai vannak, hanem volt olyan pillanat is, amikor klónozták a szimbiótát. Itt született meg például Mánia. A zöld nyál. Venom szájából gyakran zöld nyál távozik. Ez annak tudható be, hogy a gazdatest és a szimbióta számára veszélyes és idegen anyagokat így választja ki, és így a nyál zöld színűvé válik. Eddie Brock és Venom kapcsolata. Eddie Brock volt Pókember után az első igazán komoly gazdateste a fekete szimbiótának. Olyan szoros kötődés alakult ki közöttük, hogy Eddie miután még arra is rászánta magát, hogy végez Venommal, a szimbióta továbbra sem akart sohasem az életére törni. Sőt, ha új gazdateste volt, sokkal inkább vágyott arra, hogy Eddie-vel váljon egyé. Ezért történt az, hogy mikor Matt Gargan, a Scorpio volt Venom gazdateste, nem engedte neki, hogy végezzen Eddie-vel. Pókembernél hasonlóan előfordult nem egyszer, hogy a megölése helyett inkább gazdatestnek akarta viszont látni Venom. A királyi többes. Venom valahányszor rátelepszik egy gazdatestre, innentől többes számban beszél saját magáról. Mi vagyunk Venom. Ez alól kivételt csak néhány gazdatest esetében láthattunk. Ilyen volt Pókember, illetve Venom ügynök. Ha egy erősebb tudattal felruházott gazdatest már királyi többesben beszélt, az már azt jelentette, hogy Venom hatást gyakorol kettejük viselkedésére. Venom fogai. Venom fogai először teljesen emberiek voltak. Így jelent meg először Eddie Brock a halálos védelmezőként, a tűhegyes és borotvaéles fogai csak később fejlődtek ki. A Venom mobil. Flash Thompson Venom ügynökként be tudta bizonyítani, hogy Venom olyan erős szimbióta, hogy rövid ideig képes akár járműveket is megszállni.
Így történt, hogy egy autót is fel tudott arra használni, hogy átharapjon vele falakat. A csokoládé. Venom, mivel erős kannibál hajlammal rendelkezik, így előfordul néha, hogy a számára legkevésbé kedves ellenfeleit megcsócsálja, elfogyasztja. Ez azért alakult ki nála, mivel egy olyan tápanyag van az emberi agyban, amivel a szimbióták maradéktalanul jól laknak. Eddie Brock viszont rájött, hogy ez a tápanyag megtalálható a csokoládéban is, így ezért az emberevő hajlamait Venomnak így sikerült csak visszafogni. Venom és a hazugság. Venom nem tud hazudni. A Thunderbolts 23. számában árulta el, hogy erre egy szimbióta se képes. Venom T-Rex. Az egyik alternatív univerzumban játszódó Old Man Logan című képregényben látható egy T-Rex, amit megszállt a fekete szimbióta. Ez azt is igazolja, hogy Venomnak nem feltétlenül van szüksége egy humanoid lényre, bármilyen szilárdtestű élőlény lehet a gazdateste. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor kérlek lájkold, ha nem tetted, akkor még iratkozzál fel, kövess minket Facebookon, Instagramon, gyere Discordra is, ha szeretnél, akkor támogass bennünket itt a YouTube csatornatagsági felületen keresztül. Legközelebb találkozunk, sziasztok!